A helyi vállalatok vezetői kaptak meghívást arra a Házrezső Múzeum és a helyi polgármesteri hivatal által a Küküllő szállodában szervezett díszvacsorára, amelyen az intézmény eddigi sikertörténetei mellett a jövőbeni terveket is ismertették. A Kultúra az üzleti porondon elnevezésű est célja az volt, hogy a múzeum további kiállításaihoz újabb támogatókat szerezzenek. Térségünkben van már arra példa, hogy a gazdasági szféra mekkorát tud lendíteni egy kulturális intézmény tevékenységén. Csíkszeredában például a Csíki Székely Múzeum esetében a vállalatokkal kialakított kapcsolat jól működik. Székelyudvarhelyen is azt mutatják az eddigi tapasztalatok, hogy a vállalkozókban van érdeklődés a kultúra iránt, mondta el a rendezvényen Miklós Zoltán múzeumigazgató, ezért is tartják fontosnak tevékenységük megismertetését. Egy olyan rendezvényre hívtuk Önöket, amely kicsit a kultúráról szól, kicsit a megvalósításokról és a jövőben néző tervekre. Önök a gazdasági szférában tevékenykednek, ugye az előrelátás, kalkuláció és mindenféle olyan dolog, amely a hosszú távú terveket ugye előrevetíti, az nagyon fontos. Ez egy kulturális intézmény szempontjából is fontos, hiszen mi is termelünk. Csak éppenséggel kulturális javakat termelünk, ezért azt szeretném, hogy picit ismerjék meg azt, amivel az elmúlt egy évben mi dolgoztunk, amivel számoltunk, és mi az, amivel a jövőbe tekintünk. Az eseményen Bunta Levente polgármester a támogatás lehetőségén túl a partneri viszonyközösség formáló szerepéről is beszélt. A közösség kovácsolásnak az egyik eleme az én részemről az, hogy a fiataloknak próbálunk teret biztosítani, akiknek engedjük, nemhogy engedjük, támogatjuk a szárnyalásukat. És úgy láttam, és ez hál' Istennek kijelenthető, hogy a múzeum esetében az igazgató, a csapata megtalálták azt a hangot, amelyik arról szól, hogy az idősek tapasztalatát használva, arra építve próbálnak valami újszerű mást. Az est folyamán díjazták azokat a vállalkozókat, akik a közel fél éves nyitás után november 10-én záró Leonardo da Vinci zseniális találmányai című tárlatot támogatták. Három székelyudvarhelyi vállalkozó, egy helyi alapítvány és a főtámogató Hargita megyei tanács részesült elismerésben, amiért hozzájárult egy olyan kiállítás létrejöttéhez, amely nem csak méreteiben haladja meg az eddigieket, hanem számos innovatív elemmel hozza test közelbe a modern kor meghatározó találmányait és annak évszázadokkal ezelőtti zseniális megálmodóját. Terítékre kerültek ugyanakkor a Házrezső Múzeum következő nagy kiállításának látványtervei is. A Táguló Gutenberg Galaxis című tárlatot jövő év márciusában nyitják meg, ehhez várják a vállalkozók segítségét. A könyvnyomtatás feltalálójáról elnevezett kiállítás az emberi kultúra egyik legnagyobb megvalósítását célozza meg bemutatni, azt az univerzális papíralapú adathordozót, amelyet mind a mai napig használunk, mely prioritásának megdöntésére csak a modern, digitális adathordozók tesznek lehetőséget.